Teljesen ismeretlen ellenféllel szemben lépett pályára a Tigers a Közép-Európai Liga második fordulójában. A nyíregyháziaknak nem sikerült felvételt szerezniük a Bratislava Monász egyik meccséről sem, így egy kis időnek el kellett tennie ahhoz, hogy a hazaiak fogást találjanak a pozsonyiakon. Ez sikerült, így a Tigrisek egy harcos találkozón 30-14-re legyőzték ellenfelüket. Elég érdekes mérkőzés volt már az elején is. Maga az eredmény a 30-14, tehát hogy mi nyertünk 30-14-re, ez nem mutatja azt a valós különbséget. Tehát ekkora különbség úgymond, vagy nem egy sima meccs volt. Tehát ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, egy kiki meccs, végig fejfej mellett haladtunk igazából. Aztán a harmadik negyed közepe, negyedik negyed végén ők már hát úgymond az előnytől, meg az előny súlyától, illetve hát attól, hogy ez a mérkőzés már nekik elmenni látszott, egy picit kiengedtek, itt még tudtuk növelni az előnyünket. De nagyon nagy darab srácok voltak, nagyon gyorsak, nagyon jó játékos, nagyon jó csapat, és el kell mondom, hogy nagyon korrekt játékot játszottak, és mi örültünk nekik, hogy itt vagyunk, úgyhogy megbeszélt a két csapat vezetősége, hogy bármikor játszunk egymással barátságost és bármit, csak a távolságot tudjuk legyőzni. A Nyíregyháza Tigers fejlődésének mindenképpen jó tesz az, hogy korábban ismeretlen csapatokkal mérheti összetudását. Az első negyed az nálunk is azzal telt el, hogy fölálltunk védekezésre, illetve támadásra, mikor mire kellett, és próbáltuk kitapogatni, hogy mit csinálnak. Aztán ezt kielemezvén az első negyed végén, illetve a szünidőben már megpróbáltunk egy felállított taktikával kimenni a pályára. Hát ez most nekünk sikerült jobban ezen a hétvégén, de még egyszer el kell mondani a pozsonyi csapatról, hogy ez egy másik hétvégén, egy másik napon akár másképp is alakulhatott volna. A Tigrisek két győzelmükkel gyakorlatilag már a döntőben érezhetik magukat, de egy meccs még vár a nyíregyháziakra. 26-án megyünk vendégbe a Cowboyshoz, a Budapest Cowboyshoz, ez a következő úgymond a nemzetközi ligában a meccsünk, és hát el kell mondjam, hogy már mindenképpen finalisták, tehát döntősök vagyunk, és meg fogjuk pályázni a döntőnek a rendezési jogát, hogy ennek a Kelet-Közép-Európai Ligának a döntőjét, azt itt játszhassuk Nyíregyházán. Miközben a Tigrisek első csapata a nemzetközi porondon gyűjti a győzelmeket, a második együttes a Divízió 2 folytatására készül. A Tigers 2, a Budapest Cowboys és a Budapest Eagles második együttesei ellen lép pályára, és ha érvényesül a papírforma, két győzelemmel biztosítja helyét a sorozat döntőjében.